Két rutinos játékossal kötött szerződést az a Stúdió futcán Nyíregyháza együttese, a Brazil Maneka és honfitársa Kaiki már a keret többi tagjával készül, és ha sikerül minden papírt elintézni, akkor a következő bajnoki már akár pályára is léphetnek, már csak a Brazil Szövetség válaszára várnak a csapatnál. Évelején a biztos bemaradás volt a cél, ettől függetlenül tudtunk már bravú győzelmeket hozni, de még mindig azt mondom, hogy az a legfontosabb ebbe a szezonba, hogy maga biztosan a hátunk mögött tudhatjuk a közvetlen riválisainkat, azokat a frissen feljutott csapatokat, mint amilyenek mi vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy hátadőhetünk elégedetten. Így is, uh, re, így is beszéltük évelén, hogy december-januárban látni fogjuk, hogy hol állunk, és annak kapcsán megerősítjük a keretet. A versenyrendszer lebonyolítás miatt szükségesé vált ez, hiszen már matematikailag is biztosan az alsóházban szereplünk, ahogy az eddigi eredmények gyakorlatilag törlődnek, és egy új pontrendszer miatt hiába mennénk be egy 10-12 pontos előnyel a kieső zóna előtt, ez egy-két pontra fog olvadni, ezért volt szükséges még tovább felerősíteni a játszott már korábban Kazasztánban és Azerbajdzsánban légiósként és több nagy múltal rendelkező brazil csapatban. A jobb jobblábas center a BL gólövő listáján 2021-ben harmadik volt. Azeri bajnoki címe mellett hazájában is több trófeát nyert. Kajki lábas és először futballozik majd Európában, többszörös regionális bajnok Brazíliában, kemény, de gólerős játékosként tartják számon. Az idei évnek úgy vágtunk neki, hogy az a célkitűzésünk, hogy egy biztos bemaradásunk legyen a, a, az első osztályban. Eltelt egy fél év, vagy a fél szezon, és arra a szakmai döntésre jutottunk, hogy mivel a többi csapat látjuk rutinosabbak tőlünk, ezért, ezért két olyan rutinos brazil játékos Szerződése mellett döntöttünk, akik egyrészt a, egyrészt a, a, a csapatnak a névóját emelhetik játék tudásukkal, ennek lehet néző felé vonzó hatása, illetőleg a csapatnak a, a saját nevelésű magja is, is tud tőlük tanulni. A keretben volt még változás, az U17-es gárda kiválósága Úr Daniel, a felnőtt csapattal dolgozhat, Lakatos Péter és Gyulai József viszont távozott. A Magyar Kupában a Beretyói falu lesz az ellenfél. A csapatok február 20-án Nyíregyházán találkoznak, és egy meccsendőrel a továbbjutás. A bajnokság alapszakaszából még öt mérkőzés van hátra, ebből hármat hazai környezetben vív a stúdió. Pénteken az Újpest érkezik, a mérkőzés 19 órától kezdődik a Continental arénában. Ha minden papír megérkezik, immár brazil légiósokkal.